Elorenina, itthon, otthon, előadásból előadásba. Okay. Hogy bírod? Hát kettős érzés. Egyrészt jó, mert tényleg itthon játszani nem olyan, mint máshol. Az egy kicsit más, az egy kicsit több, az egy kicsit nagyobb felelősség. Itt mégis ismernek az emberek. Úgyhogy nagy bennem az a megfelelési vágy. De ugyanakkor most ezekben a körülményekben nem olyan jó színházat csinálni. Sajnos. Nem olyan felemelő érzés, mint az eddigiek során. Ezt hát kibővíthetnéd azzal, hogy töltötted az elmúlt hónapokat? Munkával kapcsolatban persze. Igen, hát az is ilyen nagyon, nagyon cérnán függ most minden. Olyan, mintha a fejünk egy giotinban lenne, és akkor várjuk, hogy mikor zuhan ránk a penge. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy így nem jó érzés ezt csinálni, mert állandó görcsben és félelemben kell bejárni a színházba. Az egy dolog, hogy a nézőkkel nem vagyunk úgymond olyan közelségben és interakcióban, viszont a kollégákkal igen, és mindenkinek megvan a maga útja, a maga otthona, a maga élete, és akkor az, hogy én most gyanúsan nézzek a kollégáimra, hogy nekik mi volt a napi programjuk, vagy tegnap este voltak-e valahol, ahol esetleg ugye történhetett velük valami, ez nem jó. Ez rossz pért szül, és nem jó előadást szül, szerintem. Értem. És ez az előadás, ami ma majd itt a Kosztolányi Dezső Színházban látható lesz, ez egy Tisma regény, illetve szöveg alapján jött létre. Hát Tisma, én nemrég derítettem fel, hogy ő Horgoson született, és Újvidéken élt leginkább. Te meg itt Szabadkán Palicson születtél, és Újvidéken élsz ugyanúgy. Hogy fogadtad, mikor találkoztál először ezzel a regénnyel? A regényem, amikor fellettem kérve erre a szerepre, akkor rögtön azzal kezdte a rendező, hogy hát akkor olvassam el. Én mondtam, hogy elolvasom nagyon szívesen, csak nehezebben megy szerb nyelven, úgyhogy én magyarul olvastam a regényt az emberára. Sajnos elfelejtettem, hogy kifordította, de majd te utána nézel és bemondod utólag. Hát először megijedtem, amikor elolvastam, hogy fogjuk ezt színpadra vinni. Ez egy akkora mű, ez ebben életek játszódnak le, és nem is egy sors van benne megírva, és mindezt színpadra tenni, nagyon hosszú előadást kapunk. Aztán hát így sokat olvasgattuk, forgattuk a regényt, hangosan olvastuk próbákon, elemeztük, próbáltuk a hangulatát megfogni. Úgyhogy izgalmas, érdekes próba folyamat volt, és többször eszembe jutott Horgos. Tehát, hogy valóban ez az író onnan jön, és nyilván onnan is hozza a tapasztalatait, amit beleír egy regényébe. És mikor egy ilyen regénnyel, illetve darabbal találkozol, és főleg, ha ilyen szereped van benne, akkor valószínűleg, hogy nagyon sokszor saját magadat is ugye kérdezgeted az életben, hogy működnek a dolgok. Hát jó, ez a regény, ez mindenféleképpen ugye a II. Világháborúhoz és ezutáni időszakhoz kötődik. Világháború, mint egy nagy tragédia, vagy egy olyan radír törlőgumi, amit mindent letöröl, és akkor újraindulunk, mint egy új fehér vászon elé állítanak bennünket, de ennek vannak alapjai is, elég véres, elég tragédiás háttere az egésznek. Hát nem egyszer történik ez nekünk az életünkben, újra és újra történnek ilyen tragédiák, most is valamilyenféle ilyen tragédia törlődik valami. És ezt éreznie lehet, szóval ezt hogyan hozod a színpadra, ezt a mai pillanatot is valószínűleg, hogy átéled ebben az egészben. Hát ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Szóval én nem tudom eljátszani a történelmet. Én egy vagyok a pillanatban, aki a mai napját éli, és tudom, hogy itt 2:30-kor jönnek emberek, és majd várnak
tőlem valamit, egy hangulatot, egy gondolatot, egy érzést, és én megpróbálok ebből a mai napomból táplálkozni. Hát 38 éves vagyok, megpróbálom ezt a tapasztalatot is egy-egy szerepbe belevinni. 15 éven van az Újvidéki Színháznál a színpadon, szóval hát tapossuk ezt a szakmát, az életet, és nyilván ezekből is gyúrjuk össze a szerepeinket, igyekezni fogok. És valamilyen tervek vannak? Jelenleg több előadásban is játszol, ugye? Az Újvidéki Színházban, vagy itt a Desiré Fesztiválban? Az Újvidéki Színházban. Igen. Most megkérdezt hirtelen, nem is tudom hány van repertoárom jelen pillanatban, mert hát tavasz óta egy kicsit így felfordult az élete a színházaknak. De a Paraszt Opera volt az előadás, amit tegnap játszottunk a Desirén, ami így az utolsó pillanatban majdnem kijött a korona előtt, szóval 13-án kellett volna, március 13-án kellett volna legyen Szegeden a bemutató, előző nap lettünk elvágva, és akkor így a főpróba még kijött, így zárt körben, de utána a bemutató az aztán később megtörtént Újvidéken, az újvidéki csapattal, mert bonyolult volt ez a szegedi koprodukció ebben az időszakban. Úgyhogy, hát igen, minden így összekeveredett, de majd talán letisztul, örök kék ég a felhők mögött, mondja egyik költőnk, csak most hirtelen nem tudom, hogy Radnóti vagy Babics, de én ezt várom. Hát várva a kék eget és egy szebb tavaszt, sok egészséget kívánok elsősorban és sok sikert. Köszönöm szépen.